a június végén Győrben megrendezett katolikus társadalmi napok középpontjában a család állt, és ennek jegyében Család, légy az, ami vagy mottóval nemzetközi konferenciát is tartottak. Mintha csak ennek a gondolatnak a megvalósítására tettek volna kísérletet azok a családok, akik július 1-én részt vettek a görög-katolikus családi napon a Szerencsi Rákóczi várban. Mit üzennek annak a korosztálynak, akik a gyerekeik korosztálya, az ifjúságnak, a fiataloknak? Ők milyen utakat járjanak be ahhoz, hogy ilyen hittapasztalatra szert tegyenek, és hát mélyüljön az a keresztény életük, az a hitük, amire vágyunk szülőként. Nehéz, mert ilyen papi prédikál, ez egy ismerős helyzet, hogy minden családban ugye az okosságot próbálják hinteni a szülők. Én azért azt tapasztalom, tehát látom így a gyerekeink generációjában is, hogy van utánpótlás, tehát vannak olyan fiatalok, akik hihetetlen odaszállással tudják az életüket az Isten szándékaira oda tenni. Én azt hiszem, hogy ez nem lúzerebb dolog, mint bármi más, ez egy elég vagány dolog, ez egy elég kemény kihívás, tehát a bungee jumping ehhez képest macskapiszok, bele kell vágni, szóval ez kőkemény, itt nincsen vicc, itt nincsen tréfa, de van derű, meg van rengeteg öröm. Egyszer valaki mondta, hogy az a legnagyobb feladat az életünkben, hogy átadjuk az irányítást Istennek, hogy annyira fogjuk az életünket, és annyira mi akarjuk irányítani, és hogyha valaki ezt megtapasztalja, hogy mit jelent az, hogy követlek bárhová mész, amit ugye az evangéliumban mond az egyik apostol, hogy ez nem azt jelenti, hogy beleteszem a talicskába, és az a talicska Istennek, követlek bárhová mész, és utána én tólom, hanem hogy amikor ő tényleg ő vezet, hogy az tényleg ezek az igazi kalandok, olyan szép életet ad az Isten, amit semmi más nem tud megadni. Egyszerű, csetlő, bótló emberként azokat a tapasztalatokat próbálom megírni, amik velem megesnek, és akkor az lehet, hogy az a vers az mondjuk öt pár kínai zokniról szól, vagy lehet, hogy talán pár szem mazsoláról, vagy tehát, hogy nagyon pici dolgokról, vagy fogok egy régi verset, és micsoda borzalom, átírom, és maira hangszerelem. Tehát, hogy mindazokat a dolgokat, amiket úgy tiszteletből esetleg nem tesz meg az ember, vagy azt gondolja, hogy költőként nem szabad megtenni azokat ilyen rossz gyerek módjára, mint megteszem, és én azt tapasztalom, hogy azért ilyenkor ott van ezekben a fajta ilyen pici és véletlenszerű és furcsa szikráiban a valóságnak, vagy a költészetnek, hogy ott van az Isten, vagy ott van egy magasabb erőnek a szomjazása, és ez tényleg nem ez a talicskába tett Isten, tehát hogy nem oda-vissza, ahol jól érezzük magunkat, hanem bizony oda is, ahol kevésbé, de ahol ugyanúgy fel kell találni magunkat ebben a világban. Nem szeretnék egy, hogy mondjam, komfort Isten költője lenni, vagy ilyen komfort keresztény költő lenni, bármit is jelent ez, tehát hogy olyan szép illedelmes dolgokról írni, hanem hát arról a botrányról, ami az életünk, és ami tulajdonképpen Isten élete is volt a világban. Püspök atya, Szerencsi várban vagyunk, ami családvárrá változott a mai napra. Nagyon jó érzés látni ezt a sok nevető családot, a boldog gyerekeket, és nagyon jó látni azt, hogy az egyház egy kicsit fordul a családok felé, és az intézményes egyházból igyekszik családegyházzá válni. Ez a mai nap egy kicsit ennek is a tükre. Jól látom-e? Igen, alapvetően ez a szándék, hogy hol tartunk ezen az úton, azt azért még nem merem egész pontosan meghatározni, mert még útközben vagyunk. Évközben, tanévközben, kinek az intézményeben a helye, ez az igazság. Hétközben iskoláink, szociális otthonaink és az egyéb intézményeink megfogják a családnak épp azt a rétegét, akivel ott foglalkozunk. És nagyszerű a vakáció abból a szempontból, hogy ilyenkor a családokkal együtt is találkozhatunk. Ez a szerencsi lehetőség 5 éve adódott, és azóta többször megismételtük. Ez a nagyon örömteli együttlét ma is azért egy kicsit szomorkás időjárással indult, de hála Istennek most délutánra kiderült az idő, és mindannyian nagyon jól érezzük magunkat itt a Szerencsi várban. Az, hogy a családok együtt vannak, számukra élményt jelent,
a találkozás élményét, és ugyanakkor a családon belüli kapcsolatok erősödésének az élményét. Egyházunk számára pedig azt a biztos tudatot, hogy a hitünket egészen konkrét körülmények között a családi kapcsolatokban éljük meg. Ez a mai napon napnál világosabb, és kiki hazaviszi nem csak a fejében, hanem érzékeiben, egész testében, lelkében ezt a bizonyosságot. Ezt a lendületet már Ferenc pápánk a szinóduson megadta. Én ott nagyon lelkesen jöttem haza, hogy igen, sokkal jobban oda kell vigyünk a családokra. Eddig is figyeltünk, de most, hogy közösen, a családokkal együtt élő az egyház. Hát ezt el is indítottuk, hogy az IKOSZ családnapon, és egy új lelkipásztori szemléletet próbálunk kialakítani, hogy a családok együtt érezzék jól magukat a templomban. Nálunk, görögadisoknál elképzelhetetlen az egyházi élet, az Istenhöz közeledés a templom nélkül. És hát persze a családról ugyanezt lehet mondani. Család nélkül nem tudunk belenőni az Isten családjába. És a kettőnek egymásra kell találni. Nehogy a templomi szertartások, néha nem nagyon értjük, hogy mi is van ott, vagy hosszú, na de hát elmegyünk, mert kötelező. Ez elkülönüljön attól, ami itt van. Ez kell, hogy összekötődjön bennük is, hogy az egyház szereti a családot, sőt, az egyház ugyanaz, mint a család. Amikor fölnőnek, akkor belenőnek az egyház családjába. Ha ez nincs meg, ez az élmény, akkor az Isten családjába sem érezzük jól magunkat. Úgyhogy ez a mi törekvésünk, hogy itt a földön megtapasztalható családi boldogság az ugyanaz, mint a mennyei boldogság. Itt most egy kicsit mennyországban.